Meg fogom keresni. Meg fogom találni. És meg fogom ölni. Fordnak az indulatok ezerrel húsvétkor is az interneten, ugyanis húsvét vasárnap Puzsér egy beef nótával válaszolt Dopeman korábbi disztrekjére. Az ex-gangster rapper és a kritikus már korábban is egymásnak voltak feszülve, felemlegették a másikat lépten nyomon egy-egy interjúban vagy videóban. Például Puzsér egy alkalommal egy kutyához hasonlította Dopement, aki a hatalomhoz dörgölőzik, és hát több alkalommal is nem tetszését fejezte ki Dopeman pálfordulásával kapcsolatban, ugye, hogy annak idején még Orbán szoborfejet rugdosott, mint egy focilabdát, és utána pedig úgymond megtért, és kormánypárti lett inkább. Aztán Puzsér azzal is húzogatta korábban Dopeman bajszát, hogy kivett egy 30 perces videóból egy kisebb szemelvényt, amikor Dopeman a miniszterelnöktől támogatást kér, félig meddig viccesen, ironikusan. Nem érzed, hogy itt az ideje, vagy legalább egy tanácsadói állást? De azért ezzel elég nagy visszhangot keltett. Viszont az egész beef csúcspontja tegnap, vagyis húsvét vasárnap érkezett el, ez pedig Puzsér válasza volt Dopeman korábbi disztrekjére, vagy ahogy ő nevezi, battle vlogjára, amit kifejezetten Puzsérnak címzett nem is olyan régen, és a szám óriásit megy, egy nap alatt több mint 200 ezeren nézték meg. Mondjuk ez nyilván annak is köszönhető, hogy nagyobb sajtóorgánumok, például az RTL.hu is lehozta, szóval onnan is özönlenek gondolom a nézők, de a lényeg sokkal több nézettséget produkált, mint Dopeman korábbi battle vlogja. És hát valljuk be, elég ütősre is sikerült a Puzsérféle válasz, talán túl ütősre is, hiszen Dopemannél egyértelműen kiverte a biztosítékot. Mert hát egy 30 perces vlog videóban küldte el Puzsért az anyjába, és kicsikét ilyen Liam Neeson-ös módon még meg is fenyegette őt. Nem tudom, hogy ki maga, azt sem, hogy mit akar, de rendelkezem olyan különleges képességekkel, amelyeket pályám során tökélyre fejlesztettem. Meg fogom keresni, meg fogom találni, és meg fogom ölni. Dopeman egyébként legfőképpen azt sérelmezte, hogy Puzsér a szájára vette az édesanyját és a fogyatékkal élő húgát. És valljuk be, ez valóban nem szép dolog. De emlékezzünk csak vissza. Ezt az egész balhét Dopeman indította egy diss-trackkel, amit Puzsérnak címzett. És hogyha Dopeman tudta volna, hogy Puzsér régen azért repnótákkal is foglalkozott, akkor nem biztos, hogy egy ilyenbe belevágott volna, bár ki tudja. Viszont Dopeman gangster rapperként azért tudhatná, hogy egy ilyen diss trackre azért válasz is érkezhet nagy valószínűséggel. Ezért mondom azt, hogy ő ex-gangster rapper, mert erről ő látszólag megfeledkezett, hiszen vérig sértődött. Én végignéztem ezt a 30 perces vlog videót, egyébként követtem a Dopeman meg a Puzsért is, szóval tényleg a sértődöttség érződik rajta. Elsősorban. Mert hát azért Puzsér habitusából sejteni lehetett, hogyha ő válaszol egy diss trackre, akkor ott bizony kőkövön nem marad. És nem is maradt. Nem bánt kesztyűs kézzel Dopemannel, az egyszer biztos. És hát a guru, akiben csalódni fogsz, hát tényleg csalódtunk benne, hiszen úgy reagált rá, nem éppen a Buddha bölcsességével. Maradjunk annyiban. Szóval Dopeman sejthette, hogy választ fog kapni, de amikor megkapta, akkor vérig sértődött, és ezt egy 30 perces videóban tudatta is a közönségével. Konkrétan megállt, parancsolt, hogy ez már sok, ez már így nem oké. És nyilvánvaló volt, hogy válaszolni fog rá Puzsér, és nyilvánvaló volt az is, hogy senkit és semmit nem fog kímélni ebben a válasz trackben, tehát nem értem a megsértődést. Nyilvánvalóan nekem is rosszul esne, hogyha valaki egy ilyen dalt írna nekem, de basszus, nem kóstolgatok be embereket rap számokban. Ez körülbelül olyan, mint hogyha oda megy a kisgyerek az oroszlánhoz és meghúzogatja a bajszát, aztán meglepődik, hogy leharapja a kezét. Valóban nem szép dolog egy beteg gyereket, vagy egy egyedülálló özvegyet bántani, de nem Dopeman az véletlenül, aki azt mondogatja mindig, hogy a rap az egy mocskos műfaj? A gangster rap meg, ha lehet, még mocskosabb? És hát azt is hozzátenném, hogy alapjaiban véve ez egy ideológiai eredetű vita, és emiatt kaptak össze, de szerintem azért Dopeman alaposan rá is játszik erre a kormánypárti szerepre. Szóval a dolgok egy részét biztosan komolyan gondolja, de tuti biztos, hogy rá is erősít erre, mégpedig azért, hogy kicsikét húzogassa az ellenzékieknek a bajszát. És ez szerintem egyébként nagyon szórakoztatóan teszi. Csak hát amikor ilyen hevesen reagál egy általa gerjesztett beef nótára, akkor az ember azért kicsit megkérdezi, hogy tényleg van-e ennyi gógyi
a Dogman mögött? Szóval azok a kijelentések, amiket tesz, azok zömében tényleg csak ilyen eltúlzott és ironizált és félig meddig komolyan vehetőek csak? Szóval ez itt egy érdekes kérdés, amire szerintem csak ő tudna választ adni. Na de hát, ahogy mondani szokás, kenyeret és cirkuszt a népnek, és szerintem az emberek nagy része igencsak jól szórakozott Puzsér nótáján, már Dopmenen kívül persze, aki ugye ezt a beefet lezártnak is tekinti ezzel, ami egyben azt is jelenti szerintem, hogy ő ezt elvesztette. Tehát Puzsér megnyerte ezt a beefet, hogyha lehet ilyenkor nyertest avatni. Mindenesetre, srácok, én remekül szórakozok, követem a Puzsért is, követem a Dopement is, szeretem a vegyes nézőpontokat, szóval nem akarok leragadni vagy begyöpösödni és csőlátású lenni, és csak egy ember nézőpontját meghallgatni, úgyhogy én ezentúl is mindkettejüket követni fogom, engem szórakoztat az, amit csinálnak, mindkettejük, amit csinál, szóval csak így tovább. De az azért vicces tényleg, hogy Dopman ilyen kislány módjára picsog ebben a videóban. Nem egy gangster rapperhez illő ez, talán. De hát Dopman már szerintem rég nem gangster rapper már, vagy talán sosem volt az. Ezen érdemes elgondolkodni. Minden esetre arra is kíváncsi lennék, hogy ti mit gondoltok erről az adok-kapokról. Írjátok meg a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapass egy lájkot, én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, hisz tudjátok jól. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg.